Bashar al-Assad szerint Szíria sorsa és jövője múlik az országban folyó harcok kimenetelén. A szír elnök egyes hírek szerint erősítést küldött Aleppóba a lázadó kifüstölésére. Közben a szír ellenzékiek között már is konfliktus mutatkozik. Két csoportjuk is azzal az igényen lépett fel, hogy ideiglenes kormányt alakíthasson. Megrázó felvételek következnek a már 20 ezer halálos áldozatot követelő szíriai polgárháborúról. Vadászgépekről és katonai helikopterekről támadják a kormányerők a második legnagyobb szíriai várost, Aleppót. Az állami média közlése szerint a katonák súlyos csapásokat mértek a lázadókra, és már csak a terrorista csoportok maradéka vár felszámolásra. A harcok miatt már 200 ezer ember menekült el a városból, ahol fogytán az élelem és a gyógyszerkészletek. Az ellenzékiek szerint még mindig ők tartják ellenőrzésük alatt az ország kereskedelmi központjának számító város nagy részét, köztük a Salaheddin nevű stratégiai fontosságú negyedet. Úgy tudni, a lázadók várról indítható rakétákat kaptak Törökországtól, így jelentősen nőtt az esélyük arra, hogy kezükön marad Aleppo. Segítségükre lesz az is, hogy tankokat zsákmányoltak a hadseregtől. Az este 7-től reggel 5-ig tartó csatában megszereztük Assad kutyáinak a fegyvereit, ezekkel indítunk majd támadást ellene Allah segítségével, mondta az egyik lázadó. Az ellenzékiek katonákat is foggyulejtettek, ezeken a megdöbbentő felvételeken többeket kivégeztek közülük. Az Amnesty International szerint azonban elsősorban a szíriai kormányerők követnek el emberiség elleni büntetteket Aleppóban. Rendszeresen tüzet nyitnak ugyanis békés tüntetőkre, köztük gyerekekre is. Közben a szíriai államfő drámai hangú közleményt adott ki a fegyveres erők napja alkalmából. Bashar al-Assad, aki két hete jelent meg utoljára a nyilvánosság előtt, kijelentette, az ország sorsa függ a mostani harcok kimenetelétől. Assad nem bízza a véletlenre a jövőjét. Egyes hírek szerint óriási erősítés indult el Aleppo felé, a lázadók kifüstölésére.